még egy darab megjavított jármű kell, és akkor megvan a kihívás. Szintet lépett a kisasszony. Tényleg amúgy parkolót nem lehetne növelni most már? Upgrade, vagy hol is? Igen. Nem lehet mi. Party boat. Aha! És ide fognak jönni majd a parti állatok, jachttal gondolom. Az igen. Nem semmi. Oké. Okay. Elég fasza. Ezt hiányoltam az előbb. Üzemanyagot. Ne pofázzál, bazd meg, egy kicsit többen bele, és akkor mi van? Nem indul el az autód, vagy mit? Na, húzzál akkor el innen gyorsan, nagyon gyorsan. Takarodó van innen, néni. A viszontlátásra. Hord el innen nagyon gyorsan magad, büdös banya. Meg ne lássalak itt még egyszer, bepofázol itt nekem. Macskos repecsharkú. Hú, gyerekek, ott meg kicsit nagy a dugó. Ujj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 
Tükör kint van. Az is kint van. Na mi kell ide? Kezdjük akkor a hibajavítóval. Vagyis karc eltávolító. Szebben hangzik. Most azt nem mondta, hogy ez a kerék elbugolt. Na ne szok... Ne! Most... Ja? Oké. Visszateleportált a helyére. Máskor ágyúzzam meg. Jó ötlet. Rendben, megpróbáljuk majd. Tényleg? Na majd várjál, majd mindjárt rendet kell tenni úgyis kint. Ki bénázik ki, gyerekek? Melyik az? Nem oda, nem oda! A saját magamat szivattam meg, gyerekek. Jézusom. Ezzel nem lehet elsöpörni az embereket. Na mindegy, őt most már megtankolom azért. Így. Mindjárt rendet rakunk, nyugi. Közben készen lett a kihívás. Ajajajajajajajaj. Itt többen furcsán festenek. Segítek, néni, segítek, nyugi. Na így. Na. Mondd, hogy jó. Ez az, jó van. Papikának is kell egy kis segítség, hogy elnézem. Az is megvan. Vissza kettő padlógáz! Hát milyen udvarias, nézd oda. Hát csomagtartó, de simán átkutathatnám addig. Na, most kimegy vajon? Ah, jó, oké. Megnyugodtam. Egy defekt. És akkor még üzemanyag is kell, ja. Meg gumi. Szuper. Mi mindig rohadt drága. Nem tetszik ez nekem. Üzemanyag is még rohadt drága. Így nem akarok nagy tételbe rendelni.
Lehet ez kicsit ilyen szőrszálhasogatásnak tűnik, de akkor kell rendelni sokat, mikor kurva jó áron van. Most nincs jó áron. Most csak annyit rendelünk, ami úgy még pont úgy, amivel pont ki tudjuk elégíteni a vásárlók igényeit, az kész. És ez amúgy de fasza. Nem kell foglalkozni öregem a kasszával innentől kezdve. Váltják egymást automatikusan. Azért ez valljuk be, tényleg nagyon nagy segítség volt, hogy ezt berakták a játékba. Sokkal könnyebb így. És megint van egy ügyfelünk. Gyorsan lepakolunk. Lepakoljuk a szállítványt, és szerintem körbenézzünk, hogy mit tudnánk fejleszteni ebből a pénzből. Mert ugye most szintet léptünk, vagy megcsináltunk egy küldetést, és elvileg most már azért több mindent kellene tudni. Aha, tehát például a megmosott autók számát kell gyarapítani. Tehát ez kelleni fog egy mosó. És ennyi. Igazából ennyi. Ez nem nagy dur. És szerintem a mosó az meg, ha megfelelő módon föl van fejlesztve, akkor automatikusan tud majd működni. Jó lenne, Tases. Jó lenne. De jó lenne. Érted, csak lassít. Tehát itt már olyan összehangultam, megy a meló, olyan magas a kohézió. Csak lassít a gyerek. Szia, Vitya. Ez az. Kint megtankoljuk, aztán ennyi most ott a garázsműhez. Le van szarva. Kell nézzünk itt valami fejlesztést. Upgrade. Itt a raktár kapacitást lehet növelni. Ah, ez jó végül is. Na de. Van itt a négyes szint. Az automosót old föl. Még egy autó... Na nézod, az előbb... amit ezt... Hát még egy hely lesz, ahol tudnak tankolni az autók. Ez a vizes dolog, ez nem tudom mi akar lenni. Van 5-ös szint, 6-os szint, 7-es szint, 8-as, 9-es szint is van! Uha! Ezt már ki kell játszani, baszki. Menjen gyerekek, fejleszünk. Ez tök jó. Egyszerre kettő beállunk lesz itt. Ketten tudnak egyszerre tankolni. Hát hagyjad már, hát tök jó. A raktárfejlesztés. Nem rossz, igen, nem rossz. Már kicsit az szerintem ráér még. De most meg tudjuk oldani a jelenlegi kapacitással is bőven a dolgokat. Pörgesd föl magad, ez bármi van, baszfő. Viszont most nekünk külön meg kell vásárolni, gondolom, a kurva anyát, ha jön a lemez. A mosót, $500. Elég komoly. Afrobic, nagyon szépen köszi neked a 8. hónapot. Köszi.
Aha. És 500 dollár. Műhelyet is tudjuk fejleszteni, a búvárkodást is tudjuk fejleszteni. Mosóra kell elmenni. Ez fullos. Ő kell nekünk, nagyon gyerekek. Meg az, hogy ide még egy autó be tudjon állni tankolni. Várjál, azt szerintem most is ki tudjuk húzni. Mi? Vagy nem? Jetski Fuel Dispenser. Ó. Hogy ilyen is van, tehát hogy akkor ide külön a jetskik be tudnak majd parkolni. Uha. Gyerekek, sok pénz kell, azt hiszem. Nagyon sok pénz. Pedig arról volt szó, hogy oda még egy beálló elérhetővé válik, és nem ez történt. Ez furcsa. Áttettünk verve, gyerekek. Lesz egy tükörcsere is. A raktárfejlesztés egyébként én azért nem fejlesztettem, mert azért gondolom pénzkidobásnak, mivel ha mindig feltöltjük a polcokat, és akkor ugye a raktár, az a raktárnak a kapacitása, tehát hogy üres, opá, ez nem is kell, ugye vagyok. Szóval akkor a raktár az ürül folyamatosan, tehát ami a polcon van, az lényegében nem a raktárban van. Tehát mindig föl kell tölteni a polcokat, és akkor raktár az meg nagyjából üresen lesz, az kész. Nem, max abból kell raktározni, ami tényleg rohadt jó áron van. Nem igaz? Na nézzük meg azt a mosót. Na ennyi, ez meg automatikusan működik, érted? Tehát ez termeli majd a lóvét, majd szép fokozatosan visszahozza ez az árát. Szerintem ez olyan. Szia, Hurka! Azért megnézzük azt a mosót. Nem kell majd lemenni és megtisztítani a vizet? Vagy valami ilyesmi? Vagy ez nem úgy van, hogy automata a mosó, bazd meg? Hogyha ezt nekem kell csinálni, akkor az nagyon nagy szívás. Hát ez nem automata mosó, az ki. Scheisse. Hát az akkor az annyira nem is jó. Gyerekek. Ajajaj. Közben üzemanyaggal is szarul állunk. Még van azért egy kevés. Kell még ember, igen, kellene. Igen. Aki tankol. Ez már nagyon nagy segítség lenne. Mert folyamatosan jönnek, futószalagon jönnek tankolni az emberek. Hajókkal legalábbis. Elég durván jönnek. Egy autómosós meg egy szervizes? És akkor mi meg csak tankolunk? Gondoltad? Nem jó gondolod. Nem jó mondod. Nem jó mondod. Eleje mondjad. Azért nekem kell mosni, most ez komoly. Alacsony... Öreg anyád az alacsony nyomás, te! És akkor most mit csinálják én ezzel? Hogy kell menni a csatornába? Rendet rakni, bazd meg. Komoly? Hol a csatorna? Ja, ez az. Ott lesz akkor előle egy gomb szerintem. Vagy nem. Most nehogy már. Tényleg innen ki kell pakolni így a szemetet? Úristen. Hát ez nagyon gáz.
francba. Van még szemét? Nincs is szemét. Ennyi volt. Oké. Hát ez gyönyörű. Mossunk egyet, de hát ez nagyon nem fogja megérni nekünk. Hát ez... Áááát, én most mostam utoljára. Ezt most mondom, hát ez katasztrófa. Hát gyerekek! Nincs valami, ami kiírja, hogy hogy áll a mosás? Tisztakosz az egész, te barom! Hogy lehet így beállítani ide egy automosóba? Ilyen okádék járművel? Ez nagyon rossz befektetés volt az automosó. Jézusom! És mindjárt ki fogja majd írni? $20. A nyakamat rá! 1000% ezt fogja majd mondani. Baszki. Szia, Eszti! Hát tele van zsepol. Elég durván. Jött be a szörfös. No, $150! Micsoda? Na jó, visszavontam. Visszavontam. Jövünk mi még ide mosni. Jó, jó. Na hát, pénz, beszélj valamos. Jó van. Rendesen meglepődtem most ezer. Az anyját. Meg tudom, igen, nyomogattam a jobb egérgombot, de az majd szerintem később fog érkezni. Az a fejlesztés, gyufa. Hát mert én próbáltam azt valahogy előhozni, hogy ilyen nagyobb sávot tudjak egyszerre mosni, jobban szórjon, de nem folyt. Vagyis nem tudtam átállítani. Bizony, el kell menni kutakra. Talán az ilyen imós kutaknál szoktak így mosni. Való életben. Ki gondolta volna, hogy ez ilyen jó fizet? A betyárját. 5 perc alatt végeztünk. 5 perc. És már is tejjel folyik a méz. Gyerekek, az élet szép. Na, üzemanyag. Adjuk. Igazából ez is egész korrekt. Üzemanyagból meg van 30 liter. Hát ez 100 liter, na! Jöjjön! Egye fene. Management. És ugye ki lehetne kapcsolgatni egy-két részleget, de hát az nem profi. Mi egyszerre több lovat is meg lovagolunk. Úgyhogy... Nincs megfutamodás. Ez még korai lenne. Most rámegyünk arra. Legyen még egy munkaerőnk legalább. Hát akkor menjünk szerelni. És jött egy mosós. Baszki. Gyerekek. Görgő. Nem görgőzni kell? Érzed, hogy görgőzni kell, gyufa? Megnézzük azt a görgőt mindjárt akkor. Az a sokkal jobban lehetne haladni.
Hát öreg, ezt jó meghúztad. Ilyen autóval így bánni. Édes Istenem. Ez embertelen. Ja, már mindent értek. Jóval. Kezdi csókolom. Legjobbakat. Be se tud ülni, bazd meg. Nézd oda. Istenem. Még dudál. Mit dudálsz? Ja? Intett. Jó van. Szevasz. Jó munkát végeztem, ez azt jelenti. Görgőt kell nyomni. Bazd meg, és tényleg. És tényleg, görgőzni kell, gyerekek. Ez a meta. Görgőzés. És haladunk. Te jó Isten. Ez mindjárt kész. Hát, mondjuk azért... Mi? Ez komoly? Megint 150 dollár. Jó vagy, Ufa. Köszönöm. Igen. Nagyon köszönöm. Uramisten. Uramisten. Búvár szemcsi. Azzal is probléma van? Azért mondtad? Igen, még egy mosó kellene. Úgy van. Fú. Hát így hamar ki fogjuk vinni ezt a játékot. Csak a mosás, gyerekek. Innentől kezdve ez azt jelenti. Jó, mindenből rakjunk ki egy keveset még, így. Alkohol. De ezt a cigarettát nem viszik, bazd meg. Ha hogyan van ez? Néni. Őt amúgy hogyan szólítsam? Amelia. Hát ez milyen gagyi név? Magyarul kell. Imelda. 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 Ő lesz az Imelda. Emily. Hát ez majdnem Imelda. Imelda. Igen. Mosó! Gyerekek, ott van valaki a mosóban, mert megyünk is. 150 dollár. Hát ne hülyéskedj. Úristen. Csak nagyjából kell ám. Nem kell nagyon. Csak úgy módjával. De ez semmi durvulás. Aztán. Hogy mondja, kezi csókolom? Nem értem. Ja, jó. Igen, tetejét is. Hú, az meg. Itt mindenki hülye. Kettő gumink van. Nyilván három gumi a defektes, nyilván. Hát, ha. Persze, persze, persze. Természetesen, ugye, nyilván. Na jó, rendeljünk mást is akkor már. Tükörből rengeteg van. Jó van azért. Nekiállunk. Megcsináljuk amennyit tudunk. Míg megjön a szállítvány. Simán. Tases. Simán. 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 Szempillantás alatt. Egyszerre két kézzel kéne amúgy mosni az autót így. És két különböző autót. Na gyerekek, van egy tükörcsere. Van egy harc eltávolítós feladatunk is. Hát néni, ez nagyon sokba fog ám kerülni, csak mondom. Még akkor az is felárasám, hogy
most SOS-ben gyorsan rendelni kellett egy gumit. Pluszba csak magának. Hogy van ez? Fasz meg. Jézusom. Hát az a felár az még durvább. Az nem felár lesz, az még több. Ezt már nem tudom, hogy kell mondani a tripláját. Nem néz ki szépen a néni, az a baj. Úgyhogy neki nem tudunk kedvezményt biztosítani. Nem szép, ilyen gondozatlan. Nagyon, nagyon. Ilyen. Furcsa szerzet. Valaki, valamikor a szemetet is el lehetne szállítatni talán. Te várjál, de hogy nem jönnek tankolni mostanában, baszki? Elhanyagoltuk őket? Van egy mosásunk is. Hát akkor az az autókerék most vár. Hát ez van, hát most az meg nem kell hármas defekte bejönni egy műhelybe, és akkor nincs ez, hogy vár. A tulajdonos. Na, öreg, nem lesz elég? Azért. Öcsém. Vegyük át a szállítmányt. Na, ott a szörf! El ne üssed a vendégem, bazd meg, mert kinyírlak. Öreg, okosan. Utána lövök egy ágyúval, komolyan mondom. Okosan tekeregjé, öreg! Okosan! Figyellek, bazd meg! Megmondtam. Gyerekek azért. Résen kell lenni ezekkel a beszállítókkal, mert... az ember fejére lőnek pillanatok alatt. Nem igaz? Kacsint, kacsint. Hát jó van, hát... én benne vagyok, szupra. Rendben van. Szervezz egyet, légy szíves, mit szólsz hozzá? Ez a mosóba megy. Persze, gyerekek, az élet szép. Igen, még ő vágódik be. Egy mosás egyébként? $250 néni? Akciós. Gondoltam, igénytelen. Uha, ez nagyon koszos. Akkor lesz majd nagyon jó ez a mosó, amikor automatikusan mos. Szerintem olyan is lesz. Csak nagyjából kell ám. Nem kell túlzásba esni, hát persze. Ja, Avid, lehetséges, az simán lehet. Ha nézzük csak meg, de ez lehet, hogy amúgy már fogyott. Na várjál csak meg, utána nézzünk ennek. Ide nem tudnak bemenni, úgy érzed? Az meg lehet, igazad van. Oda föl kéne tenni. Nem. Rekek. Most a jó. Na hát $1585-nál vagyunk, emberek. Nem rossz. Viszont...
Isten, az üzemanyag most nagyon drága. 2,8. Üzemanyagot most nem árulunk akkor, az biztos. Ah, kurva. Normálisak ezek? Ezek tisztára hülyére akarnak venni engem. Engem csak úgy nem lehet. Ebből is vegyünk mondjuk egy 10-et. Surf készletből abból is jöhet mondjuk a 10-es. Autóápolásból is bevásárolunk szépen. Van valami nagyon jó áron esetleg? Újság. És ezt úgy fogjuk árulni, hogy ez... Basszus! Már megint nem férnek el a dolgok nálunk, várja akkor. Újság nem kell. És akkor... két részletbe kéne rendelni. Szivacsot nem rendelünk, jegyezzük meg, sárga szivacs. Igen, ott tartottunk, sárga szivacsnál vagyunk. És akkor külön kell a jégkrémet, meg a szivacsot, meg az újságot rendelni. Ja, így. Így bizony. És akkor azt kellene még csinálni, hogy ilyen autóápolós bizbaszból kellene nekünk, jégkrémest vettünk, ebből kell egy darab, újságosból szintén. Ezeket le kell rakni valahova, szépen, okosan elrendezzük. Hát hogyan legyen? Én arra gondoltam... Hoppá! Téves. Arra gondoltam... Ezt ide kéne tenni. Nagyon gagyi lenne? Hát eléggé. Akkor... Legyen így, apukáim. Na? Mit szóltok? Hoppá! Az extra. Autóápolás. Hát alkohol, autóápolás. Ez viccel. Egy helyre kell tenni. Így. És akkor a bolt 1000 részébe kéne csábítani az embereket. Ugye itt bejön. Meglátja, odalép, végigjön, végigvásárolja az agyát, ide is átlép. Tehát ide kellene inkább. Ugye? Jelen is ezt csinálják amúgy, baszki. Tudom én, nagyon jól. Hold ebbe a sarokba. Így. Szépen. Úgy van. Úgy. Újságot mindenki akar, pornó, playboy. Az kell oda. Meg csadoros nőket fölvágni a falra. Úgy, és akkor mindenki végigmenne itt mindenen. Bizony. CKM, mit tudom én mi az? Jöhet. Bármit is jelentsen. Tényleg van még olyan? Tényleg? Komoly? Komolyan? Tutti frutti party. Így van. Forró rágógumi és társai. Janika! Azt ugye tudod, hogy ott van egy kosz? Kapd össze magad. Tankolni nem jönnek, bazd meg. Mi van velük? Aha! Szikla. Fuck you, vulkán. Öcsém. Megint állnak a mosóba. Nagyon. Várjatok, csak közben ezt is meg kéne csinálni. Működése kéne bírni gyors. Így, meg akkor szörföst majd mindjárt megnézzük. Kicsit sok a feladat. Mindjárt valakit fölveszünk még. Most már ez így nem állapot. Na hát nem elég ennyi, baszke? Mit akarsz még, te öreg?
Polírozzam is le? Azt hittem. Telhetetlen, majom. Ezeknek semmi nem elég. Kis Polszki mit csinál? Elakadt a néni. Vagy nem, hogy ide parkolt ő. Ó. És van ott egy enyhe kátyú. Hát pontosan, Erik. Ez lenne a cél. Így van, így van. Meg így csináljuk. Megbizony. Oda nézd, mekkora sor van. Erre kell kígyózó sorok. Mindenki szörfözni akar. Hogy aztán ez most mennyire éri meg valójában? Nem tudom. Na? Mosó? Mosóba, néni? Tessék, akciós, tessék jönni a mosóba, gyorsan mosó. Hú-hú. A tejcsárdás, mama, azt figyeld. Hú-hú, gyerekek, ez igen. Ez nem semmi, anyukám. Gratulálok. Gratulálok hozzá. Tessék mondani, hogy tetszik ma lenni. Minden nagyon jó. Ez az. Hol megy ilyen szép autóval? És hát majd hát akkor ez bazeg, nem túl beszédes kedvében volt. Nem szeretem az ilyen vásárlókat. Ezek nem lehet kommunikálni. Ezek is maguknak való szarházi hülye picsák. Nem igaz? Egy defektes kerékkel beugrani. Sok eszed van. Legalább húztad volna meg valahol az autódat. Ennyi? Ennyire beugrani? Hát ez... ez nagyon komolytalan volt. Te de és továbbra sem jönnek hozzánk tankolni. Ez mi? Valami nem stimmel. Gyerekek, valahol valami akadály van, vagy mi van? A szarért nem jönnek hozzánk tankolni. Senki nem jön tankolni hozzánk, ez mi? És komolyan? Hát üzemanyag van, drága az üzemanyag, ezt ők is érzékelik. De hát nekünk van, hát ez kedvezményes. Megint lesz egy mosásunk. 150 dollár. Plazmás terimó. Az. Nagyon viszi. Még a festéket is letépi, ha akarod. Reset kell? Igazad lesz. Hoppá! Riadó! Megjött a... teljes harckészültség! Mindenki fedezékbe, megjött a cápa! Kurva anyádat! Megöllek! Beúszok utána! Nem, föl akarok csak menni. Ez nagyon közel van! Kancsal a lövész, kancsal a lövész! Félrehord az ágyú, gyerekek, mi ez? Na végre! Öregem, még egy ilyen félrehordó szarágyúval is simán lehozom. Ennyi. Nem mondok semmit. Eddig 26-szor kaptam tankolásért borravalót. 26! Profi tankolós vagyok. Öregem,
Anika nagyon tolja. Gyerekek, én lehet, hogy bezárom az egész boltot. Vagy csak toljunk egy resetet? Nagyon fura ez, hogy nem jönnek ide tankolni. Ez hihetetlen. Mióta megépítettük a mosót, senki nem akar tankolni. Lehet, hogy rájöttek arra, hogy a tiszta autó az jobban megy. És kevesebbet fogyaszt. Mert ez amúgy így van. Nem tudom, tudtátok-e. De úgy most viccen kívül, nem? Szerintem... Ha belül is meg van tisztítva, fix, hogy jobban megy az autó. 1000%. Komolyan. Így van? Egyet értünk? Én nagyon így gondolom ezt. Most viccen kívül. Azt érzed, hogy jobban megy. Jó, nyilván valójában nincs így. Nem kell megtámadni azért. De azt a hatást kelti. Így van, F1-es autókat is azért törögetik folyamatosan. Pontosan, persze, hát ez még szép. Így van. Hát súlycsökkentés, ja. Have a nice day. Nem sokat kerestünk azért ezzel a kerékcserével. Ilyen $30? Még annyi se köbö. Az igen! Az igen! Hú! De lazán! Ez nem a Lajos, te! Nézd oda! Hát ez a Lajos lesz! Hú! Az igen! Nagyon komoly testalkat, Európa legszebb felső teste! Megjelent! Hát ez csodálatos! Na ez a mosás, ez a kedvencem lett. Szigorú a test, bizony. Igen. Tolunk egy reszetet gyors, muszáj. Azt a... Itt is esett? Ki muszáj volt, hát most Istenem. Úrék. Hát, ezt nem pont így képzeltem, szóval hol is tartottunk? Egy-két dolgot azért kirakunk. Igen, raktár. A gépbe is belement a víz. Most mennyi játékidőt buktunk vajon? Mert a pénzünk az lent van most. Valami most jön meg? Meghalt egy vend. Hát ha úgy kell neki, hát hülye volt, kész. Ja, árul jött, persze. Ugrott a lóvé, hát 1000 fölött voltunk, ugye? Ja, hát sűrűbben kell menteni ezek szerint. Itt a reset valami csúnyaságot váltott ki. Hát mindegy, ez benne van sajna. Szóval ott tartottunk, hogy kipakolunk. Nagyjából.
krémet ugye nem rendeltünk. Ez az, igenis van. Újságos nem raktam ki. Ott fagytunk ki. Baszkert, akkor buktunk azért szépen. Hát ez kellemetlen. Hát ja, igen. És akkor szerintem ott vagyunk, hogy itt a garázsba. Ja nem, teljesen előről megyünk, ja. Gumik kellenek majd lassan. Egy defektes kerék, ugye? Ja. Igen, emlékszem erre a nénire. Nem baj, legalább megint láthatjuk azt a gyönyörű szép tejcsárdás mamát. Ó, azt a mindenit. Na itt van? Lehet, hogy már itt van. Hát, ez nem az. Kész. Mehetsz. Nincs kész? Na, most? Azért. Most vajon jön neked tankolni? Most legközelebb úgy fogunk resetelni, hogy... Vagy lehet az egész boltot kéne inkább bezárni? Mert lehet, hogy ez kifagyaszt mindent is? Lehet. Lehetséges. Nézzük meg a szörfös kódét, hogy ez hogyan áll. Zuhanyzóban nagy a kosz. Atyaisten. De nem is értem, hogy ez hogyan tud létrejönni. Mikor be van állítva a kollégáknak, hogy tegyék a dolgukat. Fú, szégyen gyalázat. Hát igazából ez a pénz hamar vissza fog jönni. Egészen biztos. Menjünk a zuhanyzóba. Melyik a zuhanyzó? Ez nem az. Hol van itt kosz? Vágos. Nincs is itt kosz. Nincs itt kosz. Nincs itt Kevin. Hát gyerekek, hát hol van itt kosz? Vágos. Meghalt. Ja, fixen az. Na jó. Oké. Mosogassunk tovább. Ha már ez ennyire jó hozza a lóvét. Napokba kezdtem. Nem, ma kezdtem a játékot. Hát régebben játszottam vele. De kijött most ez a játékhoz egy DLC. És ez volt annak az apropója, hogy elővettem. Ismét. És most toljuk. Mert egy olyan DLC jött, ami jó. Ja, nyilván kicsit dobok. Hova lett a szemét? Visszaesett ide? Akkor jó. Szuper, búvár felszerelés. Aha. Kellett. Jó van. Aha! Megjött a cápa. Gyerekek, fedezzék be mindenki! Igen, nyírom a cápát megint.
Csóri szörfös. Istenem. Jajajaj. Vajon most mit gondolhatod? Tehát megmentettük az életét végül is, hát ez van. De ki van írva? Mindenhova, hogy itt cápa veszély van. Hivatalosan ki van írva, de amúgy nincs. Szóval bezárjuk mindjárt a boltot. Ott tartottunk. Megint van egy ezresünk. Egész jó. És akkor megerősítjük a bizniszt. Mentünk egyet. Nagyon fontos, mentünk egyet. Na jó, még ezt a műhelyt megcsináljuk gyors. Nem tart ez sem eddig. Pont 3 defekt, tehát akkor tökéletes, jó van. Annyi gumink még van. Ez is egész jó fizet. És akkor az lesz itt a lényeg, hogy hát amennyiben lesz rá lehetőség, akkor 2 kollégát kell fölvenni még, és akkor őket ugye egyik nappali, másik éjszakai műszakot fog kapni, és akkor nekik tankolniuk kell, meg mit tudom én még mit kell csinálni, majd meglátjuk. És 2 tükör? Öregem, ez bankrablásból jöttök, gyerekek, vagy mi van? Szöges drótba mentetek bele? Ez durva. Lehet üldözés volt. Erről maradtunk le megint. Na jó. Na jó. Még őt gyors. Asztal! Fúj. Anyám. Na így azért jobban nézünk ki. Kő meg ott van. Baszki. Jó, mindegy, bezárunk. Mert oda kell menni. Bezár a bazár. Így. Ezt eltüntetjük. Amilyen gyorsan csak lehet. És megnézzük, hogy hol van szemét. Ha megnézzük, hogy hol van szemét a szigeten. Aha, mondjuk, igen, jó. Ezeket is azért tüntessük. Ki tudja, hogy mit befolyásol ez is. Ezt a vulkán kitörést azért nem kéne majd a jövőben hagyni, mert olyan helyekre dobálja a követ, ami ki tudja, hogy miben befolyásolja az AIK-nak az útját. Ez itt így rendben van. Hát, hogyha bevezető szakasz az rendben van, akkor nincs miről beszélni. Azért a biztonság kedvéért tolunk majd a reszetet is. Előtte menteni kell mindenképpen. Bár a reszet az lehet, hogy nem viszi el ezeket a adékokat. Hát én egész tisztának látom a környéket. Ez jó. Kérünk egy szemétszállítást. És akkor minden pénzünket most elszórjuk. Az
autómosót lehet fejleszteni? $1500. De hogy ez miért is lenne jó? De a műhely meg $750. Ha. Ilyenekben ne gondolkodjunk most. Bővítsük inkább a flottánkat. Meg még egy embert föl... nem tudunk fölvenni embert. Istálóját bele. Akkor ez hogyan legyen? Ő mit fog csinálni? Tankol és... Aha, igen, jó, oké. Üzemanyagos autó és a hajókat is intézze. Jó, ez itt tökéletes. És akkor maradt még pénz. Őt lehet a fejlesz. $1500, nagyon sok. PC-t lehet a fejleszteni 150-ért. Hát aztán, hogy most ez miért jó, elégedettségi szintet növeli talán. Hülyeségeket ír, ez már rég itt van. Már rendelkezésünkre áll. Szereljen. Ja, így most meg már nem. Ugye? Egyetértünk? Mert a tankolás az két kategóriára van bontva. Ezek szerint, úgyhogy... Hát most ez a WC... Baszki, menjen. Ezen nem újon. Szuper. Csúcsú mancsú. És nagyon boldog. Jetski. Ezt a jetskit megvásároljuk még. Így. És akkor így most már kettő hajó be tud állni ide. És hogy ez azért egészen fasza. De futószalagon fognak jönni majd az emberek szerintem. És maradt $485. Üzemanyagunk nincs, szinte nincs. Száj lenne rendelni. Keveset, de rohadt drága most az üzemanyag. De mindegy, muszáj. Maradt $200. Hitelt nem tudunk fölvenni? Inkább hagyjuk. A hitellel nem vagyunk annyira kibékülve. Jégkrém? Azt akartunk venni, ugye? Ez így mennyi? 114. És akkor szivacs, hol kellene 2. Most vagyunk... Nem látom át. Így mennyi? Még valamit vegyünk. Tökéletes. Nincs elég raktárkapacitás! Most már van. Lassan a raktárat is bővíteni kell, igen. A franc figyel. Szemétürítést kell kérni, az elmaradt. Hát ez úgyis ingyenes, tehát ez... Az bármikor lehet nyugodtan. Hát még örülnek is neki. És akkor a legvégén tolunk egy resetet. Mindent elmentünk, és reset. A biztonság kedvéért, hogy álljon helyre minden.
És akkor most ez hogyan működik vajon? Egyikről át lehet ugrani a másikra? Vajon? Lehet. Full party hajóval mikor lehet jönni? Hát ha $1000 lerakunk az asztalra, Róka, akkor kérlek. Majd kitapasztaljuk ezt a tankolást, hogy hogyan lenne jó, skacok. A tankolás az egy nagyon jó biznisz, az nagyon-nagyon jó szerintem. Most mondjuk per pillanat nem a legjobb, mert elég drágán jön az üzemanyag. Hát a mosó akkor nem lenne fölösleges, ha tudnám azt, hogy a következő fejlesztés... hogy a következő fejlesztés, ha biztosan tudnám, hogy az automata mosó, akkor nagyon megérné. Így. Ezeket gyorsan kipakoljuk még a polcra. Az a hajó elég furcsán néz ki, ez mi a franc? Ez érdekes. Cigaretta? Hol a cigaretta? Gyerekek, senki nem veszi a cigarettát? Hát ez hogy? Jó, mentsünk egyet. Így. És akkor toljunk egy bazi nagy resetet a biztonság kedvéért. Így. De ki jó bégat? Jó béga, tehát nincs itt egy lélek se. Hát a kollégákon kívül persze. De a kollégák azok ki vannak képezve erre? Ennyi? És akkor most fagyjon ki? Vagyis hát ne fagyjon ki, de annak kéne lennie, nem? Nem? Nem fagy ki. Gratulálok, gyufa! Inkább tedd le a francba! Nem kell rágyújtani semmire sem. Ja, hát sanszos Róka, igen. Igen, sanszos. Jó a logika, jónak tűnik. Ez a reset nagyon bagos. Ez szinte biztos. Oké, fix, hogy ezt csinálja. Ezzel száll. Akkor nincs reset, csak kinyitjuk magunkat, az kész. Kinyitjuk a boltot. Hát mi jó, hogy mentettünk tényleg. Nem igaz? Vagy lehet, hogy itt ez a rész fagyaszt ki bennünket, vagy mi? Nem. Hiszem. Na jó. Na gyerekek! Tessék befáradni! Nem vagyok fáradt. Hello! Akciós, minden féláron van minden, gyerekek, tessék bejönni!
tessék befáradni. Csak rajtunk keresztül lehet tovább haladni, kedves néni. Tessék bejönni, defekt nincs? Nincs defekt? Az meg akkor csír a gyerek. Na? Tessék bejönni. Akciós minden, akciós. Tessék kihasználni ezt az alkalmat. Mosás. Látom a bal hátsó lassú defektes. Azt is érdemes lenne lecserélni. Látom, karcos a jármű. Tessék minden kipróbálni. Üzemanyag, mosás, kerékcsere, minden van. Jégkrém. Most új fasz a jégkrémek jöttek. Tessék ezeket kipróbálni nagyon gyorsan. Mert elviszik, elkapkodják, hát nagyon nagy forgalom van. Nézzenek oda. Na mit kér? Mosás? Biztos? Biztos. Hol van? Hát remélem, hogy jönnek tankolni az autósok, bazd meg. Fú, nagyon remélem, hogy jönnek az autósok tankolni. És remélem, hogy... ezt a resetet nem kell erőltetni. Na, jön egy kis platós. Mosóba is lehet jönni végül is, itt vagyok. Tankolni megy! Működik, gyerekek, megoldottuk. Ezt is. Na, fasza. Öregem is kettő, a jó már itt is vár ránk. A kollega meg most nyilván nem dolgozik, hát persze. De most innennél hogy tudok átugrani oda? Át lehet pedig. Így. A kollégának 5 év lesz, mire ide átérte. Ez fasza. Vannak a mosóba megint. Hú, hát ez a mosó nagyot megy. Majd egy pár év múlva megkérdezik, mivel foglalkoztunk, hogy lettünk gazdagok, azt fogjuk mondani, hát automosásból. Ezt kiröhögnek. Hát de ilyen hülyék az emberek, hát ezért 150 dollárt fizetni. Igaz? Uha. Ennek aztán van szélessége. Kollégák mindjárt jönnek dolgozni, úgyhogy nagyon nem kell itt majd megszakadnunk elvileg. Meghalt valaki, bazd meg. Hát most... gyerekek, mit csinálok én azzal? Tessék vigyázni. Most az, hogy a vulkán nem ilyet ideges, hát bassza meg. Hát most mit idegeskedik? Gondolom megint van egy defekt. A üzemanyag ár legalább lejjebb ment. Gumi a broncs. Na ebből kellene most rengeteget rendelni. Minden pénzünket ebbe kéne beletolni. Így egy 16 darab kereket gyorsan rendelünk. Tessék várni türelemmel, jön a szállítvány. Addig szemétszedés. Így. Hát ez van. Nagyon hülyeséget beszélek. Hát van itt egy tükörcsere. Ezt meg tudjuk oldani, pikpak. Legalább amiatt nem kell várnia. Így legalább nem megy el. Fizetés nélkül, aki távozik, hát azt tudja, hogy meghal. Már foglalkoztatunk egy alkalmazottat. Tehát ez csak másodállásba basz meg, nem? Hú, hát de mire átér? Tempó, tempó, tempó! Mi ez? Futólépésbe, kollega! Ne az ügyfél várjon! Ez ilyen meló?
Megkapott a jussod rendesen, amúgy is. Ne tegyél úgy, mintha nem. Fú, na üzemanyagból azért leszámít most. Sozsetta rendesen. Nézzük csak meg, hogy most én tudok-e tankolni itt. Az meg. Föl tudok itt menni? Nem tudok fölmenni. És itt? Hú, gyerekek. Jó, hát föl kell térképezni. Ha engedi, tehát akkor tudok én neki segíteni. Jó. Most a másikkal van elfoglalva még mindig ezek szerint. Jézusom. Ez nagyon durva. Ha most meg már ide jön, figyeld. Ugye ott fut Jancsika. Oda néz. Hát ez a tempó, tehát kiéget. Jó van, még fejlődnie kell ugye sokat. Mert fejlődik amúgy ő is, komolyan. Szó szerint. Úgyhogy szállítmány most érkezik. Menjünk, vegyük át. Kukót kell neki tankolnia és egyből sprintelni fog. Ez a kulcs szó. Ez a jelszó. Jó van pedig, köszi. Nézzük azt a defektet. Igazából még több parkolóhely kellene, és akkor sokkal durvábban pörögne itt a bolt. Gyerekek. Mi most lényegében mosással, meg autószereléssel foglalkozunk. Ez nagyon jó. Hát most így, hogy valaki mindig viszi a tankolást, figyelj, teljes osztályú. Bőven, ennél jobb nem is kell. Milyen könnyedén végzünk. És adjunk hozzá felszerelést. A dörüljenek a sutyók. Van. Meg lehet, hogy fejleszthetnénk is akár a... ezeket a... ilyen... hát nem is tudom, minek nevezzem őket. Szörfözést, meg a... kuvárkodásra gondoltam. Viszont az is marhára pozitív dolog, hogy gyalogosan is jönnek ide emberek. Vagy hát, remélem. Nem? Tényleg pedig? Na, jó van. Így kell csinálni, ne viccelj. Hajrá, jó lesz az. Üzemanyag állapot alacsony. 2,25-ön vagyunk, bazd meg. Gyorsan 100 litert rendelünk megint. Lejjebb fog az még menni, higgyétek el nekem. Lejjebb kell mennie. Tizenkét órát kell végig állnod. Ez nagyon beteg. De mi a szarnak? Ezeket nem is értem, ezeket a munkahelyeket komolyan sose értettem, hogy miért kell feltétlenül állnia egy ott dolgozónak, mikor totál fölösleges szórakozás, ez szivatás. Semmi máshol nem szól. Nem arról van szó, hogy valaki ne dolgozzon, meg ne végezzel a munkát, de ha nem muszáj, mi a szarnak álljon? Óriási. Csögösködés ez, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Szarrágás. Vagy nem? Mit gondoltok erről? Ez csak egy tökre alapvető dolognak kéne lennie. Mert valószínű azt akarják ezzel elkerülni szerintem, hogy
hogy ne legyen félváró véve a munka. De hát baszki, hát akinek van egy csöpp esze, az nem veszi félváról, mert ha valaki félváról veszi, akkor ki kell rúgni, az kész. Hát most nem ezen fog ez múlni, nem? Bárha egyáltalán persze ez az indok. A valós indok. Nem tudom. Hát vannak amúgy ilyen főnökök, vezetők, akik ezt élvezik, hogy más szenved pénzért a munkájában. Ezt komolyan mondom, ezt merem állítani. Teljes fászélességgel kimerem ezt jelenteni, hogy vannak ilyen emberek, akik ezt élvezik rendesen, hogy főnökösködhetnek, vagy hatalommal rendelkezhetnek valaki fölött, és azzal szeretnek visszaélni. Biztos vagyok. Hát azért... Hát nem a leghatékony... Ja, értem, kollega meg közben elment pihenni. Ja, hát ez nagyon jó. Most így akkor nekem kell tankolni. Az meg! Furcsa volt, hogy itt állnak. Ja, hát majd idővel biztos, hogy meg fogod szokni, pedig csak ilyet nem kéne megszokni. Igazából. Nekik 1500 dollárunk van. Úgy kerestünk annyi pénzt, ennyi pénzt, hogy röhögve. Nagyon sima. Három defekt csupán. Na jó, persze! Mitya, 52-re hogyan büntet egy rendőr? Helyett 52-vel mentél, hát arra hogyan büntet? Sehogy nem tud büntetni. Azért nem mennek utána szerintem. Hát mert be kell mérni, utánad kell menni. Lényegében. Kell oda egy külön elfogó autó. Awesome. Nem? Szia, kijöttek. Vagy lehet ezzel csak azt akartad érzékeltetni, hogy én könnyedén adnak büntetést, amikor megvan határozva, hogy mennyi, mekkora összegben kell visszatérni a főhadiszállásra, mekkora összegű bírságot kell kiosztani aznap. Hát mondjuk mozgó autóból is tudnak mérni, igen. De 52-re nincs az Isten, hogy bemérjen valaki. Ez egy idióta, agyhalott baromarc. Meg az konstans kell tartani legalább 52 km per óra. Kettő. Biztos, hogy van egy ilyen tűrés határ. Nyilván. Hát persze. Igen, lehet a 152 volt, igen. 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 Vagy téged 52-vel megbüntettek? Én hallottam egyébként, hogy
Megint üzemanyag szint alacsony. Kell üzemanyag. Elég csak 100 liter. Szóval volt ebből egy ilyen, hát botrány, most ez a szó jutott eszembe, nem feltétlenül ez a megfelelő szó ide. De most minden nevezzük így. Hogy sokkal szigorúbban büntethetnek majd emiatt. Tehát, hogy valamilyen tűréshatárt eltöröltek, tehát nem tudom, hogy ez hogyan van. Mindegy, engem ez nem szokott nagyon izgatni. Ez kész. Hát szerintem ez nagyon hülyének kell lenni, hogy valaki... tehát aki tényleg megbüntetnek... gyorshajtás miatt, az... azt nem fogja meglepetésként érni, hogy megbüntetik gyorshajtás miatt, szerintem. Az tisztában van azzal, hogy mit csinál. Tehát az nagyon-nagyon extra hülyének kell lenni hozzá, hogy valaki ne legyen az a tisztában, hogy mit csinál. Bármennyire is nevetséges igazából, tehát 50 helyett 52-re kapni egy csekket. Hetvenes táblánál 83-ban mentél el a trafiskoda előtt, és sem lett belőle semmi. Aha. Hát régebben én is jártam már így. A lakott területen belül. Biztos voltam benne. Utána nagyon-nagyon rosszul éreztem magam, mondom. Mert gyorshajtást teljesen fölöslegesnek tartom egyszerűen. Jó olykor menni, csak... szerintem luxus. Tehát mert azt a pénzt... igazából... hát, megpróbáljuk? Hú, ez pont kijön. Azt a pénzt, az meg akár oda is ajándékozhatnád egy hajléktalannak ennyi erővel. És komolyan? Hát ez egy ilyen ablakon kidobott pénz. Ha te gyorsan mész. Azt kockáztatod meg. Szerencsejáték. Lényegében szerencsejátékozol. Meg hát ilyen röhes... időket lehet csak nyerni. Ez a gyorshajtása szerintem talán. Jó, most autópálya persze, amikor rengeteget mész, és ott van 130-as tábla, akkor ott 150-re szerintem simán végig lehet menni az autópályákon. Minden gond nélkül. $2,800 van, gyerekek. Hát ő... mindjárt fejlesztünk. Fél év után kaptál bírságot? Ez komoly. Van neten kalkulátor, és ott meg lehet nézni, hogy mennyi túllépésnél jár büntetés. És ez teljesen hiteles, meg... tehát ez valós? Tényleg? Na, nem kell bezárni, Kinga, igazából. Jó ez így. Menet közben ezeket lezsírozzuk, ezeket a fejlesztéseket. Hát őt ráncsuk föl. További küldetése van szükség. Ezt nem mondod? Meg kell csinálni ezeket a kihívásokat? Csak akkor enged tovább. Oké. Akkor a búvárkodást fejlesszük. Mert van pénz. A raktárat fejlesszük, mert szintén van pénz.
500 dollárért. Hát ez rohadt sok. Ez meg a műhely. Műhelyfejlesztés. Magasabb építési... Ja, igen. 150-nel. Hát most három autót lemosunk, aztán visszajött az ára, igazából. Így is lehet számolni akár. Az igen, zsombesz. Ezt nem ide akartam. Aha, és akkor most már motorolajat is tudunk majd cserélni az autóknál. Szuper. Csucsumucsi. Nagyon boldog. Többszörös orgazmus. És akkor maradt 1600 dollárunk. Autókerékből kell nekünk sok. Olyan 30 darab simán jöhet. És ilyenkor meg ez kitörli. Hát ez nagyon jó meg van csinálva. Csak hogy egyszerre csak egy hajót tudunk fogadni. Kancell távolító nem jó. Tükör. Hol van 10? Ja, motorolaj, persze, az is. Az is olyan kell abból. Tudom én egy... Nem kell ennyi, elég egy 8 darab. Csak hogy valamennyi legyen, nincs annyira jó áron. Rendeljük meg. Ez jöjjön. Üzemanyag. Hol is egy 100-as jöjjön. Üzemanyag adagoló. Hát még ezt a parti hajót lehetne ide, parti hajó kikötőt lehetne beaktiválni még. Kicsit én luxusnak érzem. Egyelőre. A küldetések kéne haladni. Mert még mindig nem állunk jól itt a munkamegosztással. Rengeteget kell dolgoznunk. Na, hát nézz oda. Kátyú. Tényleg és most ezzel a búvárkodással? Most mi lett? Ezt meg kell nézni majd gyorsan. Mert most azt is fejlesztettük. Igazából kiírja, hogy mi fejlődik, de valójában az hülyeség. Csak úgy tűnt, aha, kettő öltöző van most akkor ezek szerint. Vagy nem? Fasza! Kurva jó! Hát sokkal gyorsabban tudnak így akkor haladni. Na ez jó fejlesztés volt, de hogy egy ilyen buvárkodás mennyire éri meg? Halvány lila gőzöm nincs. Viccen kívül. Okidoki. Na. Tegyük át a csomagot. Ezt a nem túl nagy csomagot. Kettő hajó várakozik közben. Üzemanyagból kellene venni egyszerre, azt kell, nem tudom, így 6-800 litert. Az lenne nagy.
Bazd meg! De hogy várjál, szerintem onnan át lehetne ugrani. Jól mondom? Tehát így jövünk. Simán át lehetne ide ugrani. Csak nyilván ott is van létra. Jól mondom? Há persze. Ha! Gyerekek. Hát lassan elvehetnék cirkuszbartistának. Nem tetszik ez a mozgáskultúra itt. Nehéz. Csúszik olykor a karakter. Szerint ez így nem teszi egyszerűvé. Kezdi csókolom. De amúgy tényleg ez a Mikulás sapka, hát ez... Ez elég furcsa. Na mindegy, ezt 21-ére lehet, hogy eltüntetik majd a játékból. Ez még a karácsonyi... Ez még a karácsonyi patch lehet, talán. Na! Kedves néni. Hoztam nagyon sok gumit. Meg... karceltávolítót. Motorolaj. Ja, és haladjunk. 2 defekt. Aha. 2 defekt. Intézzük, intézzük. GTA 5-ben már lehet vezetni vonatot is. GTA 5-ben. 5-ben. Hát eddig is lehetett. Vagy... Ezt most miért mondod, Lubacs? Azt mindig lehetett, nem? Én úgy tudom. Jó, hogy eddig csak egy küldetésben lehetett? Aha. Jó. Majd azt a játékot kivisszük szerintem még egyszer, mielőtt megjelenne a hatos. Hogy teljesen napra készek legyünk majd a témával kapcsolatosan. Ó! Oké, jön a kollega. Az király. Akkor mi mosunk. Szia. Pik van. Nem tudom megmondani neked. Csak egy küldetés során lehetett vonatot vezetni. És most ezt miért rakták be? Valamilyen komolyabb frissítés jött a játékhoz? Esetleg? Vagy mire kell gondoljak? Azért fogynak a polcok, jó? Vagyis hát a polcokról az áru. Fogy. Alkoholmentes italból őrületmennyiség fogy. Tényleg. Snackekből is elég durván isznek. Ez tök jó. Cigaretta. Hát ez gyerekek, ez bagos. Vagy mi? Ezt komolyan nem értem. Hát hova francba rakja már ezt te? Senki nem bagózik ezen a környéken? Ilyen nincsen. Érdekes. Na jó. Kihívás.
Igazából itt a megjavított járművek számát kellene villámgyorsan növelni, amennyire csak lehet. És mit tudom még fejleszteni? Zárfeltörő. Kalapács. Kalapács az most nem probléma. Az arra most nincs. Nem kell. Fölösleges. Kalapot tudnánk még. Ó. Alap. Kalap. Hát vegyünk egy ilyet is. Üzemanyag még mindig rohadrága. Rendeltünk azért. Ez jó áron. Asszus is kilép. Lépjél ki, légy szíves. Ezekből simán jöhet. Hát ezek tök jók. Raktáron azért van. Hát a snack az annyira nem kell. Hú, ebből ilyen rohadt sok van raktáron. Bassza, cigarettát nem is veszünk. Jégkrém, tényleg azt meg se néztük. Veszik-e? Egy ebből rendeljünk. Scuba diving. Hol is mondjuk egy... Franc tudja, egy 15 darab simán jöhet. 10 darab és akkor legalább nem lesz gondunk. Bár ez most lehet, hogy sokba kerül, nem? Ugye ez itt nem írja viszont, hogy mi a jó ár. De azt hiszem volt már ez 32 dollár. Lehet, hogy akkor most nem is kellene ebből ennyit rendelni, hanem csak tudom én, 5-öt? Csak hogy legyen pont elegendő. Ja, legyen így. Oké. Okay. Esünk húzásokba. Baszfereg napszemüveget, rúg ki a gázt padlóig, rúg ki a kurva anyát, ha jöjjön a lemez. A kompresszorod úgyis jobban szív, mint bármelyik csajod. Hali papi. Papi kuki, mami. Szervusz, téjér. Nagyon szépen köszi neked a 31. hónapot. Hát nem olcsó. Ebből kell bevásárolni most, gyerekek, ez van nagyon jó áron. Most vagyunk 1293 dollár, de úristen. Nem baj. Nem baj, most egy kicsit feltöltjük magunkat legalább. Megjött a nafta, mindjárt intézzük. Kollega nem tud tankolni. Haza is ment. De mi az, hogy hazamegy? Vagy nem tudom, most ez lejárt a munkaideje pont? Hát ez nekem kurva gyanús. Megint fönnakadok a létrán. Hát ez a létra! Sírba tesz. Április amúgy akartam mondani, hogy... Nem tudom már mi volt. Valamit mondtál, hogy valami történt veled tegnap. Történt. Nem ezt mondtad? Te ezt mondtad. Csak közben annyi dolog itt közben jött, hogy... Nem bírtam válaszolni. Rég ittam? Az meg tényleg.
Repül az idő. Mai nap is. Aha. Autójavítás kellene igazából. Folyamatosan kéne nyomni a kihívás miatt. Tehát én ugye, mivel pénzorientáltak vagyunk, hát a mosás az nagyon fontos. Hát meg tényleg fontos. A Discordon? Ja. Hát. Jó. Nagyon szívesen, öcsém. Ilyen szépen megköszönte. Anyukám, kirittyentem a verdádat rendesen. Micsoda légbeömlőd van, bazd meg. Ho-ho-ho! Komoly. Nagyszerű. A zuhanyzó az miért tiszta kosz? Megint. Magos a zuhanyzó szerintem. Megjött a szállítvány. Ságból is rendelhettünk volna ezek szerint. Jégkrém. Öregem, ezt is viszik ezek szerint. Király. Nagyon fasza. Alapok. Ebből csak négyet rendeltünk, azt ez volt messze a legjobb áron. Hát jó nagy hülye voltam. Olyan sok mindent nem is rendeltünk igazából. Az mennyi pénzt elcsesztünk, baszki. Hú. Anyám, mennyi rossz gumi már itt hever. Hopp, végre lesz egy olajcsere. Olyan még nem volt. Ma, legalábbis, ha nem volt. Hát jó van, Ábris. Nyomjad neki. Meg kell fejelni mindenkit. Ja! Igen, 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 motorolaj, motor, már hozzam is, nyugi. Természetesen. Mi van? Ennyi, így van, így van, így van. Nem töltöttük túl. Kicsit mondjuk azért mehetett volna kevesebb is, amúgy. Ezt a mosót fejleszteni kell. Ahogy lehet. Ez kurva jó. Figyelj, itt olyan alapos mosás kapnak a banyák, és szinte csak nők jönnek. Csak a csajok ennyire igényesek. Hát azért szégyen. Hát hol vannak a férfiak? Az autóbügykölő férfiak. Hol vannak a Vin Dieselek? És a Torettók. Bazd meg! Szörf! Szörfözés nem működik, gyerekek! Senki nem írja!
Hát nem tudom amúgy, a pártagok ma alszanak? Nem tetszik ez. Ászki. Kutya fáját. Pénztár gépnél is három ember várakozik, most már csak kettő. Hát. Oho! Mayday, mayday! Mindenki feküdjön! Megjött a cápa! Hol a cápa? Fanyába! Megint ráment a szörfösse. Jajajajaj! Csír a cápa! A szörfösnek ideje nem volt realizálnia, hogy cápatámadás van? Megint elakadtunk, megint elakadtunk. Elakadunk! Hogyan lehet ezt megoldani? Valahogy, valahogy ezt kellene oldani. Patchelni kéne azt a létrát gyorsan. Hogyan lehetne patchelni? Nem dolgozik, akit fölvettünk? Persze. Honnan veszed? Figyeled? Tényleg? Hát nappal dolgozik. Igazából. Egyelőre. A életet. Nagyon lassan haladunk tényleg itt a küldetésekkel valóban. Lehet, hogy adni kéne neki prémiumot? Hát lehet. Jöjjön dolgozni. Sűrűbben a kollega. Nem igaz? Igazad van, Kinga, mentünk. Tizennyolc liter van? What ez? Sasszem brigád vezető úr. Ujjjjj. Micsoda szeme van. Nagyon szépen köszönöm. Tükör. Intézzük, intézzük. És még? Az meg olaj! Stálóját bele, hogy mindenkinek olaj kell. Hát ebben nem sok olaj volt. $230. Üzemanyag. De még mindig rohadt drága. Nagyon fönt van. Jó, ez így. Na, mindjárt jön dolgozni a kollega. Nézd oda, mindjárt jön. Hol van most? Nem jön. Miért nem jön dolgozni most? Átrakjuk akkor éjszakásra. És így most akkor jön dolgozni? Hello! Na, mi ez? Hogy lehet behívni SOS-be? Mert a prémiummal csak az energiaszintet növelem nála. Hát legalábbis régebben így volt. Most basszus, hajnali egy óra van. Hát ez egy nagyon kemény. Meg tankolásnak is haladnia kellene. Mindegy, annyit tudunk csinálni majd, hogyha bejön a kollega dolgozni, akkor mielőtt elfárad, adunk neki prémiumot, hogy még tovább maradjon. Érted? Így lehet ezt csak és kizárólag megcsinálni. Most ugrottam utoljára itt. Baszd meg! Üzemanyag, ha persze!
Hát persze. Ups. A raktárban van számítógép? Amúgy van. Ja, hülye vagyok, hát itt kell menteni. Hát persze. Hát persze. Ennyi volt. Ajaj! Aja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 j
megy a az állapot a vulkánnak. Úgy van. Húha. Hát ez csupán 750 dollárba került. Remek. Hát hangyányival jobb lett végül is a helyzet. Fasza. Hangyányival. Csodálatos. Liter. Ez nagyon komoly öreg. És igazából megint hívhatjuk vissza a tankerhajót. Elfogyott mindenünk. Jobb belső defekt, olajcsere, karszjavító. Egyszerű lesz ez. És még ezen kívül 5 darab járművet kell megjavítani. Hozható. Futószalagon jönnek ide körülbelül a megbízások. Hogy van még egy defektes kerék. Aha. Fácska. Takarítás sem ártana bizony. Az lenne a menő, hogy innen egyből oda mennének. De jönnek egy okádék autóval. Ide mernek jönni. Fontos a pénz, úgyhogy inkább osunk. Na. Mennyi kell még? Na végre. Néha olyan jól el lehet találni pedig. Közben nem jött senki? Nem jött senki? Csoda. Viszont nyilván hajók meg vannak. Hát persze. Hát ez... Bazeg, ilyen nincs. Tehát valahogy a létre előtt kellene ugrani igazából. De nem megy. Az meg lehet, hogy nem lenne elegendő. És 19 liter kellett. Megint kell üzemanyag. Ojjjjj. Mondd, hogy lement az ára. 2,3! Hát még fölfele megy! Aj, na jó, most rendeltünk 200 litert. Most már nagyon elegem van, hogy itt folyamatosan föl alá mászkálok. Üzemanyag miatt. Javítunk még egyet. Igazából, hogyha most ezt a kihívást, ha teljesítjük, akkor onnantól kezdve a tankolással nekünk nem kell majd foglalkozni egyáltalán. A kollega megold majd mindent. Viccen kívül. És úgy csináljuk majd meg, hogy az elsődleges feladata egyelőre a kollega...
kollégának az lesz, hogy a hajókat tankolja. Ez ugye abból kettő beálló van. És itt az autós lesz a másodlagos. Itt rakjunk már rendet egy kicsit, mert ez így... Azt a kurva élet. Ez az. Na, egy high score-t. Gyerekek. Menj a világrekord, megdöntjük. Baszd meg, hogy ment az tovább? Istálójába. És akkor nyilván ki az útra. Amiért, hogyha nem mennék utána, akkor hatalmas dugókat okozna, gyanítom. Persze. Én nem csak ennyit kell csinálni az autóval, amúgy. Ez így nem jó. Lassabban kell. Kifinomultabban. Ez istenem. Na. Fogadd már el. Na végre. Bassz meg, 10 literünk van. És mindjárt vulkán kitörés lesz, sajnos. Ismét, ugyebár. Nagyon kéne az a fejlesztés, de hát... Ebből most már... baj lesz. Előbb ugrottam. Erre kell odafigyelni. Előbb kell ugrani és kész. Good job. 93-nál vagyunk. Legalább pluszos lesz szerintem, mert egyből idejöttünk. Ennek örülni fog, szerintem. Ah, 94-nél van! Hát most vigyünk neki chipset, vagy mi? Vagy most összetakarítjuk majd a szikladarabokat? De ez személyes kudarcnak fogom én megélni. Na menjünk, na! Ezt még itt megtankoljuk gyorsan. Ha dörüljön, hát had egy 5 csillagos értékelést. Szart nem ad, bazd meg. Ekkora csíra vagy. Na, valamit áldozzunk be akkor. De mit? Kalapot? Szemüveg mennyi? Na, 5 ilyen szemüveg, ez most jó áron volt, csak azért. Ó, hát ennyi, 66, ne viccelj. Hát nagyon jó áron volt az a szemüveg, te. És boltba tudjátok mennyi? 5000. Mennyiért vettem? 200-ért. Ha van érzékem az üzlethez, na. Ez ilyen. Na, még 4 autót kell javítani. Szuper jó. Amúgy... Tökéletesen latin, amit mondasz, hogy ez így igaz. Igen, tehát az őrületes hajtást nyomod. Hú, valóban, de hova már? Igen. Igen. Sokkal több a lóvé a zsebbe, és sokkal többet is dolgozol. Valahát, igen, csak max esetleg annyi, hogy hülyeséget csinálok, ezt vissza kell tenni, és ezt föl kell venni a földről. Vagy mégsem. Ez most mi?
Nem tudom feltölteni. De én véletlenül kinyomtam, gyerekek, hát... Ha. Így van, tehát... Elérdegéltünk, mint Marci hevesen, persze, kiszolgáltuk egy-két embert, de hát nekünk hajtani kell tovább. Hajtani kell. Bizony. Valóban, valóban egyébként tökéletes kritika ez a játék amúgy. Már ha... akar lenni ilyen mondani valója, vagy ez volt a cél egyáltalán, persze. De tényleg. Elgondolkodható. És egyre jobban csak azt érzed, hogy hú, mekkora káosz, hú, mekkora káosz van, úristen. De az ott a pénz, ott a nagy lóvé, hú, de jó, hú, de jó. Viszont amikor beleállsz ebbe a mókuskerékbe, akkor azt érzed, hogy szét akar feszíteni, de most már hajtod az igát, mert de most már benne vagy, nem maradhatsz szarban, nem hagyhatod szarban őket, és a többi. Meg ki tudja még milyen ilyen húziskodós, lelkizős dolgokat még ide föl lehetne sorolni akár. Ja, üzemanyag feltöltés most megy. 2,3. Olaj nem kellett neki? Hát végre bejött belózni, igen, igen, csoda. Valóban, valóban, úgy van. Itt igaz. És valahol dugó. Ott valaki fölborult. Jövök már! Segítek! Tudtam én, hogy valami nem stimmel itt. Siker. Még valaki? Elvileg már van egy ügyfél a garázsba. Máshogy is tudom nyugtatni? Mire gondoltál, Roland? Ja, kókuszokkal? Kókuszra gondoltál, hogy... Hát ez nagyon... idegesítő szerintem. Ja, dobálom a kókusz. Ja, oké. Akkor azt vágom. Hát az biztos, hogy nem fogom csinálni. Az tuti. Jaj, közben... majd át kell állítani a kollégát gyorsan. Ugye a hajókat vegye mindig előrébb. Az legyen az elsődleges melója. Most át is állítjuk gyorsba. Megint kettő hajó vár. Oké, és akkor így mindig azzal fog foglalkozni. Talán kevésbé fog föl alá rohangálni. Meg néha, amikor itt vagyok, be tudok segíteni neki ezzel. Közben 71 liter van már csak vissza. Nem túl jó. Raktárba olaj? Igen, megnézegetjük ezeket gyorsan. Gumi is kellene szerintem. Továbbra is baromian jó áron van. Kellene megint egy ilyen... tudom... 30 darab. Karcjavító.
Hát nem tudom. Hát egy 8 darab tükör, az is jó áron van. Hát fogjuk rá. 10 darab jöhet. Olaj. Ez ugyanolyan szaráron van. És ez 1653 dollár lesz. Azt a büdös mindenit. Te jóságos ég. Három defekt most is. Hú. Ez így van, Latin. Igen. Rohanunk. Azért, hogy még több mindenünk legyen, azért, hogy utána még több mindenünk legyen. Igen. Valójában ez egy kurva nagy körforgás. Igen. Ördögi kör. Teljesen egyetértek. Esetleg ugye bizonyos időközönként azzal enyhítjük a fájdalmat, hogy egyre több mindenünk lesz, és erre jó ránézni. Meg az, hogy azért majd lesznek kollégák, akik azért leveszik a terhet a vállunkról. Elvileg. Bár már most is ennek kellene történnie, csak... Hát most, hogyha jönne még egy kollega, akkor az már nagyon jó lenne tényleg. De akkor utána majd megint jön egy olyan fejlesztés, amikor megint több mindent kell csinálunk. Amikor megint azt fogjuk majd mondani, hogy jó, most az a cél megint, hogy legyen még egy kollégánk, aki segít. De ki tudja, lehet, hogy egyszer ennek majd így vége szakad. Ami jó lenne, hogy így, tudod, így kicsit úgy élvezni, hogy ezt csinálni, azt csinálni. Alacsony nyomás, na baszki. Rég volt már ilyen. Még valaki? Úristen, mekkora szikladarab ez. Jó. Ennyi? Hát a nyomás az teljesen nem állt helyre pedig. Aha, van itt még szemét. Hol volt? Ó. Az közben most hova lett? Volt még valahol. És még mindig nem teljesen zöld a nyomás. Hát ez... Gyerekek! Aha! Jó van! Elég ez. Jó ez. Bőven jó. Nézd oda, micsoda nyomás van. Hogy hozza le a mocskot? Oda néz. Nem az igazi ez a mosó, gyerekek. Hopp, az meg. Az. Alakul. Ha majdnem tökéletes. Tűt a szénakazalban. De lehet, hogy ennél jobban már nem is lehet ezt megcsinálni. Hát azért ez valljuk be, elég nehéz. Megvan. Ez megvan. Fullos. Király.
valamilyen szállítványunk érkezett, ugye? Valamilyen autós szállítvány, persze. Ne! Baszki! A tankolós gyereknek nem adtam prémiumot. Ó. Akker. Na jó van. Meg nem lehet hamarabb ugrani. Állatos. Nincs üzemanyag. Ha mondjuk akkor eddig kéne, nem? Egészen véletlenül. Megint egy 200-as? Jöjjön. Hát csak 2 autót kell megszerelni. 2-t. Sokkal kevesebb agyvérzésünk lesz elvileg. Rövid távon, biztosan. Ja, ha a kuka a kezemben van, akkor látom, és csak nem tudom fölvenni. Az királytip, Roland, kösz, oké. Okay. Ezt észben tartom. Ez fullos tip. Ajaj. Aha, így már kevésbé ajaj. Hát valóban elatin, így van. Ennyi, ennyi. Nincs ezzel gond, persze. Ez ennyi. Hát ez ilyen. Nem lehet ebbe belekötni szerintem. Csak valakinek egyszerűen... én azt tapasztalom, hogy valakinek egyszerűen ez a... Ez az élet. Itt tudja magát igazán megvalósítani. A rohalásba, az örökös ördögi körben való jelenlétben. A gyerekek. Igen. Jól látjuk. Őt, ha megcsináljuk. Akkor kész a kihívás. Aminek nagyon fogunk örülni. Hát akkor végre tudjuk fejleszteni a benzinkutat. A vulkán is végre örülni fog. Tükör. Olaj. Na! Végre! Sok mindent kell majd csinálnunk. Baszki. Nem kifejezés. Közben üzemanyagot át kéne venni gyorsba. Mindennél fontosabb. És akkor onnan majd elintézzük a dolgokat. Föl kell venni még egy embert. Sürgősen, és akkor soha többet nem kell foglalkoznunk a tankolással elvileg. Azt a kurva életbe. De ez bővült? Ez mondjuk elég menő. Tetszik. Ha ez mehet. Aha! Most már 2 autó tud beállni, gyerekek, 2!
Így van. Így van, így van, így van. Hát kettő autót tudunk most majd tankolni. Ura. Még több munka. De nem baj, legalább most folyamatosan lesz majd egy ember, aki majd itt lesz, és... $600! És akkor marad $400. Kigüriztük a belünket. Na, Gyurika! Fölveszünk Gyurikát. Takarítás, tankolás, Gyurika kell. Persze! És ő lesz az éjszakás. Hát melyik legyen az elsődleges akkor innentől kezdve? Baszki. Hát ez... legyen a hajó. És akkor annyit tudunk még tenni talán, hogy a tisztítást azt megpróbáljuk elvállalni. És másodlagos munkakörnek meg odaadjuk pénztárosnak a... Fú, vagy jó ez a felállás? Tudjátok mi? Teszteljük le! Teszteljük ezt le! Kapja meg az automatikus kifizetést. Szépen fölfejlődött most már a kollega. 7-es szintű pénztárgépe, 6-os szintű a takarításba. Johnny szintén, elég magas szinteken van. Egész jó. Na. Rendben van. Hát most az lenne az ideális, most annak kellene történnie, hogy tényleg a tankolással nem kellene nekünk foglalkozni. De hát valljuk be, hogy ez nagyon jó hangzik. De ez nem így lesz. Kezdjük ott, hogy Gyurika hol a picsába van. Most komolyan, hol van az öreg? Ez mi a gyász? Hol van Gyurika? Tehát itt írja, hogy már foglalkoztat egy alkalmazottat. Hol van az alkalmazott? Hát hova lett az öreg? Elnyelte a föld. Szerintem. Viszont várjatok, én a szörföshöz nem is megyek oda, hanem megnézzük azt első körben, hogy tudjuk-e fejleszteni. Bizony, fejlesszük föl akkor magasabb szintre. És akkor sokkal ritkábban kell vele foglalkozni. Meg gyorsabban tudják használni az emberek is. Hova tűnt Damon Hill? Hát ez az. Hát én nem tudom, hogy hol tekereg az öreg. Az öreg csajozógép. Lehet csajozik. Aha, hát azért nem sok felszerelésünk van. Ebből is rendelni kellene lassan. Best surfing! Csak itt akarok szörfözni innentől kezdve. Ez a legjobb hely. A világon a legjobb hely. Gyurika még mindig sehol nincs. Gyurika bebágolt szerintem. De baszki, ez mi? Nekem kell tankolni. Így majd biztos kijön a bugból. Szöreg.
Hol van az öreg? Tehát neki hol kéne lennie? Vajon? Valószínűleg ez így nagyon nem jó. Ez így nem egészséges. Pedig nézd meg, hát dolgozik. Nem, pihenőn van! Most ment pihenőre. Úgyhogy nem is dolgozott. És akkor most fog jönni helyette a nappali műszak. Már itt kéne lennie. Hát 8 órától 20 óráig dolgozunk. Biztos, hogy már jön a kollega. Biztos, hogy jön. Biztos. Biztos. Nem merik meghúzni, hogy nem jönnek be dolgozni. Szétverem őket. Bedobjuk a cápához. Nem jön be dolgozni, nézd meg. Hát megőrülök. Hát most ezért dolgoztunk együtt? Ezért? A semmiért? Táppénzen van az öreg. Hát nem most legyen táppénzen. Nem lett kifizetve, vagy mi? Azt mondja, I am busy. Fuck you! Anyád hogy van, gyerek? Hát én oda megyek, hát az előbb láttam ezt a macska Jancsit. Az meg, hogy hívják őt? Várjál csak, nézzük csak meg. Mi is a neve? Juan. Na az anyád picsáját. Most kikaplak abból a szaros huzentrógeredből. Nyaralgatunk, kollégák, nyaralgatunk? Nem dolgozik én, kollega? Mi? Mi ez? És kifagy a játék. Bazd meg, ki tudja, mikor mentettünk? Mikor mentettünk utoljára? Mikor mentettünk utoljára? Átlagos 24-es DLC, persze. Micsoda néni. Aha. Ja, jó. Végül szinte semmit nem buktunk akkor. Oké. Okay. Itt a Gyurika. Megjött a Gyurika. Megy dolgozni. Gyerekek, csak restart kellett. Ennyi. Itt az öreg, tata. Futólépés, kollega, futólépés. Most kéne beakasztani oda egy... faágat a két lába közé. Aztán mekkorát este az öreg, mi? Kapná. Na most lesz a jó. Jó van, gyerekek. Gyurika, így tovább. Ügyes vagy. Hajrá. Na nekünk meg... kurvára javítani kell. Ja, nagyon-nagyon javítani kell. Igazából most ennyi dolgunk van. Rendelgetni, meg autójavítás, mosással együtt. Mindenki be van állítva, mindenki csinálja a dolgát, mindenki tudja a dolgát. Inkább így a pontos. Aztán, hogy most mennyire fogják csinálni.
Jó kérdés. Julika bejött dolgozni. Hát ez hihetet. Első munkanap. 2 órát dolgozott. Felett, pontosabban. Van még itt egy tükör. Már intézzük is. Gyuri fellázott és kikeresett. Igen, igen, valóban ez történt. Kettő hajó várakozik, baszki. Kettő. Ennél gyorsabban kéne dolgozni. Tényleg. És komolyan mondom ezt. Ez nem elég gyors így. Ez nagyon lassú. Jó, mondjuk ez is végül is. Tehát most gyakorlás kérdés, hogyha belejönnek a munkába, akkor tudnak gyorsítani a munkafolyamatokon elvileg. Az a durva, hogy ők tudnak fejlődni, mi meg már nem. Ez gyors volt, ez tetszett. Nézzük meg itt a fejlesztéseket is közben. Aha! Tehát akkumulátor cserét is most már tudunk csinálni, hogyha, ha ezt persze kifejlesszük. Raktár, automosó, és akkor lényegében a magas nyomású fejnek jobb lesz a megbízhatósága. Elvileg. Meg több WC, 250 dollárért. Hát igazából menjen, majd ez hosszú távon megtérül. Ez az. 3 WC-nk már van, gyerekek. 3! Hát ez mi komoly? Ennyi pénzért, tehát ez ingyen van. Hát nem nagyon gaber. Nem nagyon ízlik a tulajnak. Nem nagyon. Aha, még egy parkolóhely. Jó napot kívánok. Üzemanyag adagoló. Aha. Aha. Aha, jó. Melyik legyen akkor? Parkolás? Legyen a parkolás, egyértelmű. És akkor utána rá kell menni az üzemanyag adagolóra. Bizony. Igen. És akkor utána esetleg a műhely fejlesztés is mehetne. A jobb első, gyerekek, minden autón defektes. Ez mitől lehet? Rossz a script? Vagy ez most... Furcsa. Én a rajzszögeket nem így raktam le. Érdekes, hát, mindegy. Elfújta a szél biztos.